Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Útra Hang és Krausz Tamás YouTube csatornájának kedves nézőit, én Gabra Gábor vagyok, ez a két tűz között, ami a múlt héthez hasonlóan egy tűz között lesz, mert hogy Király Tamás barátom nem tartózkodik Budapesten, viszont mi ketten itt vagyunk Krausz Tamással. Tisztelettel köszöntöm. Rengeteg minden történt a héten, és tegnap estig úgy volt, hogy adja magát, hogy mivel kezdünk, nyilvánvalóan az amerikai elnökválasztással, aztán sort kerítünk a budapesti európai csúcsra, kétszeres európai csúcsra, meg Vlagyimir Putyin valdai beszédére, de az élet közbe szólt, és sajnos nem, szóval nagyon szomorú dologgal szólt közbe, mert hogy csütörtök este Európa Liga mérkőzéseket rendeztek, és az Ajax Amsterdam Maccabi Tel Aviv mérkőzést követően Amsterdamban tényleg szó szerint elszabadult a pokol, egy antiszemita pogrom robbant ki, és Izrael konkrétan repülőgépekkel menekíti Hollandiából az izraeli szurkolókat. Mi történik, miért történik? Most ez egy olyan kérdés, ahol az érzelmek nagyon könnyen elszabadulnak, és az elemző emberek fejét is meg tudják zavarítani. Most én azon küzdök itt már percek óta, mert ugye beszéltük, hogy ez megkerülhetetlen téma, hogy ne engedjek szabadjára semmiféle szenvedélyes gondolatot, és próbáljam visszafogni magam érzelmi értelemben. Tehát én most nagyon tárgyszerűen próbálok beszélni. Ugye tudjuk azt, hogy a Kristallnacht 1938. november 9-e előestéjén vagyunk. Ez a világtörténelemben abban az értelemben egy fordulópont volt, hogy a hitleristák akkor engedték meg először a nyilvános, korlátozatlan antiszemita pogromot Németországban, amit a hatalom nem egyszerűen gerjesztett, hanem népmozgalomként indított el, ellenőrizni akart, hogy mennyire kész a német nép akceptálni, vagy a német nép döntő része az antiszemita hitlerista politikát. Na most ennek az előestéjén a megemlékezés Amsterdamban, ahol a liberális elit rettentő büszke a maga demokratikus hagyományaira, gyakorlatilag az iszlamofasizmus mellé állt. Most ezt a tényt kéne nekünk elemezni, megérteni, hogy ez hogyan volt lehetséges. Erre vonatkozott a szerkesztő úr kérdése, hogy hogyan lehetséges. Ugye meg kellett bénítani ehhez a rendőrséget. Aki életébe járt futballmeccsen, az tudja, hogy egy ilyen nemzetközi futballmérkőzés mindig rendőri biztosítással működik, hogy incidens ne történhessen. Na most már lehetett tudni, hogy csak hogy bonyolódjon a probléma, hogy nem csak a rendőri biztosítás hiányzott Hollandiában, olyan hírek is hát napvilágot láttak, hogy a rendőrség nem is szereti megvédeni a zsidó szurkolókat. Tiszta őrület, akár igaz most, akár nem, de az, hogy a rendőrség nincs jelen megvédeni egy más ország szurkolóit a saját fasisztáitól, pogromistáitól, az egész egyszerűen egy katasztrofális üzenet a világ számára. Tehát Hollandia ezzel bebukott, mint valamiféle demokratikus mintaállam, ahol a rendőrség a pogromisták mellé áll. De nekem ez, azért riasztó, ami történt, mert attól tart az ember, hogy mondjam, a sorsolás szeszélye, mármint az Európa Liga sorsolásának szeszélye döntötte el, hogy hol tör ki Európában egy ilyen pogrom, mert valószínűleg számos más nagyvárosban ugyanezt történt volna. Talán Németországot kivéve, mert Németországban a polgári demokrácia kizárja az antiszemita pogromot, mint olyat, a bóvó. Tehát az törvénytelen. Na most a holland demokráciában ezt törvényerőre emelték, hiszen a rendőrség engedte meg. Tehát a liberális hatalom és a liberális rendőrség irányítása bűncselekményt követett el a saját rendszerük ellen. Tehát ez az első dolog. Ennek a döntő oka az, hogy az Amerikai Egyesült Államokból ez a progresszivista, wokeista
identitás, politikai őrület korlátok nélkül elszabadul egész Európában, és szövetségre lépnek a mindenkori elnyomottakkal. Ezek a mindenkori elnyomottak, ezek önkényesen kinevezhető csoportok. Most a Hamas van ebben a kategóriában, mint elnyomott. És a zsidók az elnyomók. Tehát ez valamiféle olyan típusú, tényleg a hitleri, hát azért Hollandiában is megvan az antiszemitizmusnak a hagyománya, ismerjük, nem kell ezt nagyon élezgetni, hogy előjöjjön és megerősödjön, de ezzel adtak. Na most, ami a furcsa és a szituációban elemzésre szorul, és így sajnos ez az amerikai jelenséggel megint csak összefügg, hogy a szélső jobboldal áll ki, az antiszemita pogromistákkal szemben. A szélső jobboldali holland vezet, micsoda fordulat zajlik le? Ha én fiatal ember lennék, biztos nagyon kapkodnám a fejemet, mert ugye akkor... Tanár úr, középkorú emberként is kapkodom a fejemet. Emberként is kapkodom tulajdonképp, hogy milyen fordulat játszódik le. Szóval miről szól, hogy az erőszakos pogromizmus a polgári demokráciában létjogot nyer? Angliába se léptek föl vele szembe időben, megpróbálták mentegetni, hogy jó indulatú tüntetők, mindaddig, amíg nem folyik vér. Na de most vér folyik rendőri közreműködéssel Hollandiába. 4 ember állítólag eltűnt, több mint 10 ember kórházban van, repülőgépeket kell futballszukolni. És hát az üzenet, amit Benjamin Netanyahu megfogalmazotta, illetve hát az izraeli kormány megfogalmazott a Hollandiában tartózkodó, vagy hát ha úgy tetszik, Hollandiában rekett izraeli szurkolóknak, hogy rejtőzzenek el és keressenek menedéket, vérfagyasztó. Vérfagyasztó mozzanat, de ehhez azért még egyszer nem csak az tartozik hozzá, amit elkezdtem, hogy Angliában és más nyugat-európai államokban hogyan engedik szabadjára ezt a nem tudom máshogy nevezni ezt az Izrael ellenes hisztérikus dolgot, hogy mindenütt kis gázákat kell csinálni, akár katári pénzen, akár milyen pénzen, tudjuk, hogy van a katári futballpénz, el tudom képzelni, hogy ezeknek meg van emírségekbeli futballpénz, és ezek a pénzek itt ilyenkor nagyon kedvező módon tudnak az erőszakot a futballban, nem egyszerűen a politikát, ma a politika ott van a török stadionban, hát a Galatasaray játszott ugye tegnap a Tottenhammel, az a kapu mögött végig egy nagy politikai plakát lehetett, és nem vették le, nem szólították föl a rendezők. Tehát figyeljük azt a politikai szövetséget, ami létrejön. A liberális, de nem is tudom, jó szó-e ebben az esetben, progresszív. Ez a progresszivista politikai identitás, politikai erő Erdoganig jut. Tehát ez a vicc, hogy az iráni, katári, valóban őszintén vállalt iszlamofasiszta tendencia hogyan tud a progresszivista identitás politikával kapcsolatra lépni és szövetségre lépni. Itt ez a döntő dolog, ebbe bukott, és elnézés, hogyha egy kicsit módosul az elképzelés. Beszélgetünk, hogy tulajdonképp a Harris és az amerikai demokraták vereségének ez egy rendkívül fontos oka. Térjünk is át rá, szerintem. Hogy ez hogy függ össze? Amit meg tudtunk beszélni itt az amszterdami pogrommal kapcsolatban, azt megbeszéltünk. Most péntek délelőtt van, ezt elmondjuk a kedves hallgatóknak, kedves nézőknek. Egyelőre nem tudunk többet, lehet, hogy mire ők látják ezt az adást, valószínűleg pénteken kora este, addig ők már okosabbak lesznek, de mi örülünk, hogyha a nézőink okosabbak, mint mi. Nézzük az amerikai elnökválasztást. Tanár úr meglepődötte. Hát őszintén szóval nem. Tehát ezt azonnal kapásból tudom mondani, hogy a föltett kérdésre abszolút nem a válasz, itt egy tudatos manipuláció zajlott. Mert ha nagyon szoros választásokról van szó, akkor a sajtó téved. A szakértők tévednek, a tanácsadók tévednek, félreismerik a jelenséget, de hát az Egyesült Államokban nem erről volt szó. Itt egy tudatos választás politikai
koncepció miatt túlozták el a demokraták esélyeit. Ja, nagyon érdekes volt, hogy a fogadóirodák és a közvélemény kutatók... Én néztem a londoni bookmakereknél. Nagyon eltértek. Ott tutira adták, már bocsánat, hogy a politikát ilyen vulgáris szintre visszük le, ott tutira a Trump volt a befutó. Na de ha ismerjük a politika logikáját, akinek mi drukkolunk, annak kell nagyobb esélyt adni, mert ugye az ingadozó emberek mindig az erő mellé. Az ingadozó kispolgár más se szeret, mint az erőt. De most az erőközpontot keres, arra gondoltak, hogy az erőközpontot keresik, akkor egy ilyen túlzás a demokratáknak segít. Kiderült, nem. Épp az ellenkezője. Minél erőszakosabban, ez a CNN volt, ez egy hazugságláda. Tehát amikor már teljesen nyilvánvaló volt, az a ragyogó, örömteli kisugárzás, amit a csatornán nyomtak, hogy most aztán a választásokon a demokraták, már kora hajnalban bekapcsolom, a teljes összeomlásban vannak. Na de hogy lehetséges? Hát nem igaz, hogy ezt ők nem tudták, hogy nem nyerhet a demokrata párt. Nem lehetett tudni. Ugye azt mondják, hogy valaki mondja, hogy Orbán Viktor, hát én aztán igazán nem vagyok viktoriánus, ezt senki nem állíthatja, ugye, hogy Orbán Viktor, hogy is hazardírozott valamelyik, nem tudom melyik. Pressman, nagykövet úr, mondta ezt, hogy szerencsejátékos ment. Hát semmi szerencse nem volt benne. Akkor a Pressman úr, elhiszem róla, hogy ő őszintén egy naív ember, és azt gondolta, hogy a nem volt igaz. Milyen kedves hangulatában van ma a tanár úr egyébként? Igen, mert próbálom a szenvedét lefolytani, és akkor ilyenkor nagyon kedves tudok lenni. És akkor a Pressman úrhoz hasonló amerikaiak rémületes csalódását. Na de miért buktak meg? Nem azért, amit itt a rengeteg szakértő mondta, hogy ilyen technikai hibát követtek, nem technikai hibán múlott. Ők nagyon is kiképzett politikusok. Sose hittem abba, hogy a kampányban, egy amerikai demokrata párti kampányban elrontva, mert nem jók a szakértők, és nem. Az a helyzet, hogy a világ legjobb szakértői vannak mind a két pártban. Mind a két, hát ne beszéljünk már arról, nem. Ez alapvető politikai, és három ilyen nagy politikai problémán bukott meg a demokrata párt az Egyesült Államokban. Tehát vegyük komolyan magunkat, és akkor elem. Az egyik, hogy nem lehet... Hányszor elhangzott, még itt egy ilyen beszélgetésben is, mint amilyen. Nem lehet a világ legerősebb országába, a gazdasági katonai értelmet legerősebb országába a demokrácia problematika központi kérdésé emelni az identitás politikát, mert ez egyenes út a rasszizmushoz. És ez bekövetkezett abban a pillanatban, amikor a bőrszín kérdést, az úgynevezett faji kérdést Obama középpontba állította a választási kampányba. De ez nem hiba volt, ez koncepció volt. Tehát ha ez csak egy egyszerű hiba lett volna, akkor azt mondom, rendben van. De ez volt az amerikai választási koncepció lényeg, hogy minden kisebbséget ezáltal megnyerünk. Egyiket se nyerték meg. Menjünk vissza egy lépéssel, ne felejts el a tanár úr, hogy ez még csak az első ok a három közül, de fogom még én is emlékeztetni. Viszont van itt egy nulladik lépés, mert ugye amiről a tanár úr beszél, az a Harris kampány. Igen. De volt itt egy Biden kampány is. És nekem van egy olyan előítéletem, hogy az önmagában nagyon-nagyon sokat ártott a demokratáknak, hogy végigcsináltatta egy nyilvánvalóan kihívásokkal, és azt lehet mondani, hogy a betegséggel küzdő idősem, egyébként egy én általam a múltja miatt tisztelt bűbájos ember, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyes ember, végigcsináltattak egy előválasztási procedúrát, oda dobták a Trump-al szembeni vitába, ahol kiderült az, hogy
Nem csak az derült ki, hogy Joe Biden egy beteg idős ember, hanem az, hogy a demokraták hazudoztak éveken keresztül, és lehet, hogy már a 20-as kampányban, amikor dugdosták Joe Bident a Covid-ra hivatkozva, lehet, hogy már akkor is hazudoztak az alkalmatlanságáról, ez kiderült, és előválasztás nélkül és verseny nélkül futtatták be a végén Kamala Harris-t. Na de ezzel lett volna nálam a másodikok. Akkor egymás szájából veszik ki a szavakat. Nem baj, de akkor a másodikok megvan, de még vissza kell térni az első okra, mert az a döntő momentum, hogy a sok kisebbség, amire ők hivatkoztak, hogy mindenki progresszíve előnybe kell részesíteni, amely valamely kisebbséghez tartozik, mert ezek mind elnyomottak, és akkor az ember megnézte ezt az elnyomott közönséget, a különféle nagy rendezvényeket, ez a felső középosztály. A színes bőrű felső középosztály, a melegek közül is a felső osztályokhoz, értelmiségi csoportokhoz tartozó figurákról volt szó, stb. A latinok, a latin országokból származók se ismertek rá saját magukra ebben a kampányban. Ez nem olyan típusú emberek folytatták ezeket. Akikkel itt ők inkább, ha nincs is adekvát munkástudatuk, na de az amerikai munkásosztályhoz tartozó. Ugye meg valószínűleg a demokratákat lepte vagy döbbentette meg a legjobban egyébként, hogy mind a latinó, mind az afroamerikai közösségben lényegesen jobban szerepelt Trump, mint ők gondolták. Ez a dolog érdekessége. És egyébként a három választáson, amelyiken indult, egyre jobban szerepelt. Na most az egésznek a katasztrófája az, hogy a milliárdos Trumpnak, a megrögzött antikommunistának, a meggyőződéses antiszocialistának, a szabad kapitalizmus ideológusát, ideológus túlzás, de nem csak híve, hanem meg is testesíti ezt. Megtestesítője lesz az, figyeljük a fordulatot Hollandiával együtt, ő lesz az Egyesült Államokban az a figura, aki felveti a munkások képviseletét. Mi van? Hát ez pont ugyanaznak a jelenségnek a része, amiről beszéltünk, hogy a holland szélső jobb oldal száll szembe az antiszemita pogromistákkal. Emberek. Hát példátlan. Ilyen nagy politikai átalakulás zajlik, aminek ez csak egy szelete, amiről mi beszélünk, de tudjuk érzékeltetni a hallgatóinkkal, nézőinkkel, hogy tényleg egy olyan típusú pusztulása zajlik le a hagyományos demokráciáknak, amivel csak az olyan rosszmájú emberek számoltak már korábban, mint én. Nem vitatkozva, hanem inkább alátámasztva azt, amit a tanár úr mondott, már 16-ban is egyébként megfigyelhető volt, hogy a nagy tavak környéki ipari övezetek átfordultak. Masszív Obama szavazók voltak ezek az államok az azt megelőző két választáson, és már 16-ban átfordultak Trump felé, és most megint. Tehát ez alátámasztja azt, hogy az a helyzet, hogy az amerikai melósok jelentős része Trumptól várja, hogy megvédje őket akkor most a tanár úr frazeológiáját idézi, hogy a globális kapitalizmusnak a kihívásaitól. Na de tehát a második mozzanat a bukásban az volt, amit Gábor említette, hogy a Joe Bidenre épített kampány, az nem jöhetett be, ilyen-olyan-olyan okokból, az egy méltatlan, igen, vele. És úgy gondolták, hogy majd leveszik időbe a pásod, de az obamizmus erre nem jött rá. Túl késő húzta elő Obama a saját figuráját, mert ez egy Obama manőver volt, az persze, egy... a hölgy. Igen, ő meg egy Obama. Na most ez az első, második ok, de még ha kell és fölmerül a probléma, még erre az első progresszivista identitáspolitikai dologra visszatérhetünk, mert mégiscsak egy vicc, hogy a világ legerősebb ország, alapvető politikai vita, hogy a női és a férfi vécén kívül kell egy harmadik. Érted? Tehát az egy vicc, hogy egy döntő kérdésé emelkedik a transgender kérdés, politika lesz, nem csak a bőrszínből lesz politika, hanem a transgenderből, a melegből, a leszbikusból, a nem tudom én miből, egy olyan országban, ahol, ha igaz,
ennek egy természetes dolognak kéne lennie, hogy ezek szabadon léteznek. Miért lenne ez politika meghatározó? Most az, hogy elhozták a faji kérdést a konzervatívoktól pozitív értelemben ugyanoda vezet, hagyján. De van itt egy súlyosabb, és ez a harmadik oka a teljes demokrata vereségnek. Úgy lehetne fogalmazni, hogy ebben a világ legerősebb, leggazdagabb országban mégiscsak a lakosság közel 20%-a létminimum alatt él. Gondoljuk ezt végig az Amerikai Egyesült Államokban. Ez nem ért meg a demokrata párti kampányban 10 mondatot. Ezek nem szavazók, vagy nem szavazók. Tudjuk, hogy körülbelül Amerika 30-50%-a egyáltalán soha nem szavaz, e között a két szám köz mozog. De leírhatja a demokrata párt, ha rokon szenvet akar kelteni? Hát állítólag van egy idézőjelben, mondom, ilyen álbalszárnya, mint ezek a progresszivisták, akik a saját narcisztikus őrületükben magukon kívül semmit nem vesznek észre, csak elnyomott el, majd én megmondom, ki az elnyomott, te megmondod, ki az elnyomott. Azt leszámítva, hogy hát Izraelt észreveszik a szó negatív értelmében. Jó. De nem szeretnék valami kritikátlan izraeli pozíciót sem felvenni, mert a Netanyahu kormány politikája ezer szempontból bírálható volt, bírálható most is, és bírálható is lesz valószínűleg. Meg is tettük ezt itt. Meg is tettük, de mégis azért hangsúlyoznunk kell, hogy nem Izrael a világ közepe. Nem ez a legfontosabb kérdés, mert az a 20%, akiről beszélünk, az körülbelül 3-4-szer akkora, mint Izrael teljes lakossága. Tehát a belső lakosságnak sem tudták ezt a szegényebb, hátrányosabb helyzetű rétegét megszólítani. Tehát olyan mértékben nem tűnt a demokrata párt szociális pártnak, amit a konzervatívok le tudtak aratni. Ez a vicc. Tehát olyan nincs, hogy néztem a később, tehát ismerjük a magyar liberalizmus, meg az egész európait, teljes önkritikára alkalmatlanok. Tehát hozzájuk képest az antikapitalista baloldalnak még nagyobb önkritikája volt az elmúlt időkben, mint a liberálisoknak. Miért olyan lényeges ez? Mert nem lehet tanulni a történelemből, nem lehet érteni, hogy a liberalizmus hogyan készíti elő a konzervatív hatalomátvételt. Nem lehet érteni a hitleri Németország történetét sem a Weimári Demokratikus Köztársaságnak a története nélkül. Hogyan emelkedik föl az új szélső jobb oldalát, ebben a demokraták benne vannak nyakig? Hát maguk hozzák elő, most már globális méretekben ezt az új típusú pogromista antiszemitizmust Európában. És nincs az az erő, hogy elhatárolódjanak Tegyünk hozzá még valamit ehhez a mondatához a tanár úrnak, ami az imént elhangzott, hogy azért nagyon-nagyon kemény jelenetek játszottak le, nem csak európai nagyvárosok utcain, hanem amerikai egyetemeken is az elmúlt egy évben. Tehát az október 7-i terrortámadás volt. Ez létezett, ez a szövetség, amiről beszéltem, ez összeállt, de azért ez nem volt még, ez terjedőben van. Tehát ez még nem egy erős politikai szövetség, ez nem egy erő, hát ahogyan jöttek ezek a tiltakozások, le is mentek. Tehát mindig meg kell ezt anyagilag támogatni, hogy ezek működésbe lépjenek. Ma még Amerika nem alkalmas semmiféle ilyen nagy iszlamista mozgalomra. Hát itt nem az iszlám hívőkről van szó. Hát a normális iszlám hívő vallásos ember nem megy erőszakba. Hát miért menne? Hát nézd meg Ausztriát, nézd meg Németországot. Hát a döntő többsége az ott élő muszlimoknak nem megy át terroristába, hát azért mindenképp tárgyilagosnak kell lenni. Ez a típusú pogromista iszlamizmus, amit én hajlamos vagyok iszlamofasizmusnak nevezni, ez egy finanszírozott, szervezett politikai konstrukció, ami a hatalom, helyi hatalmak támogatását élvezi, hol a rendőrségét, mint Hollandiába, vagy a felső hatóságukét, hol más politikai erők támogatását, mint Angliában. A lényeg, hogy ezt használja a politika.
Tehát én nem azt gondolom, hogy itt valami fasiszta átrendeződés zajlik le, és mindenkit le kell fasisztázni, és ilyen tébolyult és mániákus félelemben kellene élni, hanem ezt is használják, mint a bőrszínt. Itt mindenből napi taktikai politikát csinálnak. És egyébként ezzel a valós problémáknak a súlyosságát is, hát, hogy mondjam, inflálják. Ez így van. Persze ugyanakkor tegyük, ez nem fogja azokat az izraeli vagy zsidó szurkolókat, vagy európai zsidó embereket megnyugtatni, hogy jaj, de jó, most már értjük, hogy akkor ez nem annyira komoly, csak megvernek, meg kórházba. Nem, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon komoly. Komoly. Nagyon-nagyon Tehát komoly. A dologgal feltétlenül szembe kell nézzünk őszintén. Hát gondold, ehhez Magyarországon van, Gábor. Akkor mit mond egy európai, vagy egy holland liberális politikus? És ugye azt is tegyük hozzá, nem belpolitizálunk, de azt is tegyük hozzá, hogy az a helyzet, hogy ez... Bocs, nem is nagyon... Magyarország, ha ez Szlovákiában van, mit mondanak. De azt annyit szerintem jelentsünk ki, hogy ez olyan Európa. Nyilvánvalóan vannak antiszemita jelenségek azokban az európai országokban is, Ukrajnától Oroszországon mindenütt. Át Magyarországig, Lengyelországig, ahol nincsen érdemi bevándorlás. De azért Oroszországban van bevándorlás, ajajaj, nagyon nagy bevándorlás van. Kinyitottam egy olyan ajtót, ez egy rossz ajtó volt, de azért jegyezzük meg. Oroszországban az erőszakos antiszemitizmus ellen azonnal föllépett a hatalom, ellentétben mondjuk Hollandiával. Na, szóval... Csak hogy az igazsághoz tartozik. Menjünk vissza az elejére. Tehát azokban az európai országokon, vegyük szűkebbre, hagyjuk ki az oroszokat és az ukránokat, azokban az Európai Uniós tagországokban, ahol nincsen érdemi bevándorlás, hogy nem volt az elmúlt évtizedekben érdemi bevándorlás, ilyen méretű, ilyen súlyosságú antiszemita pogromra nem kerülhetett sor. Voltak egyébként a rendszerváltások után, voltak egyébként szélső jobboldali atrocitások számos országban, még Németországban is, a keleti felében, de emlékszünk talán a rostoki 1992-es zavargásokra, de ilyen méretű, tehát ennyire félni zsidó embereknek, mint amennyire most kell. Például Amszterdamban nem biztos, kérjek, hogy mert a probléma van, de más a forrása. Tehát, mert hogyha én jól értettem, amit mondtál, akkor itt a migráció problémáról van szó, mint az antiszemitizmus forrásáról. Egyik forrásáról. Nem azt mondom, hogy ebben nincs igazság, hanem hát miért van a migráció? Ezt a kérdést kell föltenni. És a migrációval járó összes probléma, rengeteg szociális probléma van. Ezek az emberek nem jó szándékukból jöttek ide, ezek NATO által megtámadott országok voltak, az obamisták háborúira emlékszünk, Libanon vagy Líbiára emlékezzünk, Szíriára, stb. Afganisztára. Ezek tényleg muszlim tömegek voltak alapjában ezek, de egy rémes helyzetbe kerültek. Hát a helyi hatalomnak is jobb, ha a zsidókra haragszanak. Most bocsi, hogy ilyen nagyon vulgáris és brutális vagyok. Tehát ilyen értelemben az antiszemitizmus egy levezető csatorna ma is, és mind a ketten ezért tartjuk fontosnak erről beszélni, és ennek a kérdésre fölhívni a figyelmet, mert mégsem a biciklisták, hanem a zsidók. Az a helyzet, hogy ha már így belementünk ebbe a kérdéskörbe, akkor elmondom röviden az álláspontomat ebben a kérdésben. Na, azt gondolom, hogy a migráció azóta létezik, amióta emberiség létezik. Hát ez az. Az ember vándorol, és amikor 2015-ben a keleti pályaudvarnál voltak a Szíriából érkezett bevándorlók, menekültek, akkor, hát ugye azt a kérdést tettem föl magamnak, már akkor éppen három, de már majdnem négy gyerekes apuka voltam, hogyha én élnék egy törökországi sátortáborban 4 éve, akkor elindulnék-e Hamburgba, vagy nem, és nyilvánvalóan elindulnék. Tehát ez a helyzet. Ugyanakkor az is, hogy mondjam, azt is ki lehet jelenteni, és ezek tények, hogy
Ha hihetünk a helyszíni beszámolóknak, és azt hiszem, hogy hihetünk, akkor maszkos arabul beszélő személyek támadtak rá. De hát ezek nem a migránsok, ez egy kis rész, ezek a terroristák, akiket pénzelnek, támogatnak. Én csak ettől szeretnék óvni, hogy ezt ne keverjük. Semmiképpen nem. És még remélem nem tűnt úgy, hogy... Nem. Általános... Még egy dolog, Meleg Attila kollégám, szerkesztő kollégám, példának okáért a legutóbbi könyvében a migránsokról nagyon jó rámutat arra, hogy itt egy piaci konkurencia harc éleződik ki a migrációval egyetemben. Tehát a helyi lakosság alsóbb társadalmi csoportjai és a migránsok között bizonyos értelemben egy piaci harc zajlik. A munkahelyekért, a szociális ellátás, és stb. Stb. Tehát ha ezt egy piaci jelenség. És minél szűkösebbek a források, annál inkább. Pontosan így van. Az ukrán migráció, illetve az ukrán menekülteket, velük szemben is egyre több ellenszebb bontakozik ki. Hát jól emlékszem, amíg segítettem, az egy vagy két napig ott a Nyugatinál sátorba tolmácskodtam rövid ideig, amikor jöttek az ukrán menekültek, már akkor fölvetődött, megmondom őszintén, helyi magyar emberek részéről, hogy hát mit fognak ők itt csinálni. Nem rossz indulattal merült föl, hanem miből él meg, mit fog csinálni, milyen lehetőségei lesznek. Helyben vagyunk talán, mert az a következő kérdés, ugye, hogy az Európai Unió méretű közösség, akár egy nagy, főleg a sajnálatos demográfiai helyzet miatt egyébként, akár egy nagy menekült hullámot, vagy migrációs hullámot is el tud viselni, hogyha jó a gazdasági helyzet. Hát ez az. Na de most nem ez van. És így a harmadik témakör. Egyrészt itt van a harmadik témakör, mert ezt ugye arról is emlékezzünk meg szerintem néhány mondatban, hogy az amerikai elnökválasztás másnapján összeomlott a német kormánykoalíció. Tehát Európa elméletileg vezető hatalma, ami tényleg azt mondja elméletileg, mert Merkel távozása óta, hát nehéz ezt így kimondani, hogy az lenne, egy kormányválsággal visszem. De ez nem egyedülálló. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Scholznak teljesen igaza van, hogy előrehozott választásokat akar. Mert ez a dolog arra megy, hogy Németországban a lakosság foglaljon állás, hogy lehet-e az eddigi politikai koalícióval tovább menni. Hiszen egy teljesen új helyzetbe került Európa. Minden azért változik, az persze, hogy aztán minden változatlan maradjon, mint tudjuk, na de mégiscsak itt van egy olyan politikai fordulat, amihez alkalmazkodni kell. Na most ugye itt már, nem tudom, viccesen emlegetted, hogy már Budapesten megjelent ilyen gyorsasággal, megjelent Zelenszky. Nem viccesen, hát ez egy tény. Tényszerűen. Igen. De hogy eddig ugye nem került rá sorna, de most aztán európai vezetők dugják össze a fejüket, mert abból a szempontból vadi új helyzet van, hogy újra kell gondolni a háború, az ukrán-orosz háború finanszírozási problémáit. Ami valóban vicces egyébként, az egy mondatba térnék, és aztán térjünk rá az orosz-ukrán háborúra, hogy néhány hete mondta Manfred Weber az Európai Parlamentben Orbán Viktornak, hogy hát senki nem akar Budapestre jönni. Össze-vissza beszélt, azt tudtuk akkor ez is, így, hogy ez így, csak így, a tegnapi képek fényében azért ez mindenki itt, a hölgy is itt volt. Igen, Ursula von der Leyen. Ez az Ursula von der Leyen. Na nézzük az orosz-ukrán háború finanszírozását. Na most ugye ott tartunk, hogy az Európai Uniónak tényleg dönteni kell, és másutt is össze fognak kormányok omlani, mert világos dolog, hogy a lakosság föllázad, ha az életszínvonala valamennyire elkezd romlani, és kibe fogja megtalálni. Három lehetőség van: a migránsok, a zsidók és a biciklisták. Most ezt viccesen fogalmazok, de ez a három lehetőség kínálkozik, hogy a hatalom ki ellen uszítsa a társadalmi csoportokat. Na most a legjobb a Scholz megoldása, amikor újra akarja osztani a politikai kártyát. Valamilyen értelemben, hogy mentse is a régit, persze, mint tudjuk. Megszüntetve megőrizni. Igen. Mert nem a demokráciáról van itt szó.
Tehát azért ezt is fontos hangsúlyozni, ez menthetetlen ebben az alakjában. Hát nem működik, hát gondoljuk meg, hogy most már a hölgyet főhoztad, Gábor. Én hoztam föl, bocsánat. Mindegy. Szívesen vállalom a felelősséget. Vállalod a felelősséget, a hölgyet. Hogy ameddig a szélsőjobboldali olasz politikus, a Meloni, aki egy kicsit fasiszta, csak a Mussolini féle fasizmusnak volt a híve, bekerült az európai hatalmi elitbe, és abban a pillanatban tisztázta, hogy ő nem Oroszországgal akar együttműködni, hanem ő a legfontosabb szövetséges az ukrán nép védelmébe. Elmúlt abban a pillanatban elmúlt, akkor már nem volt fasiszta a Meloni, már minden jó volt, a hölgy ölelgette, stb. Tehát minden rendben volt. Na most az a nagy probléma van, hogy az európai polgári demokráciák ezekben az új választásokban, amikre figyeld meg, hogy a Labour párti Angliába is nagy bajba keveredik, mindenütt újra kell osztani a politikai kár, mert nincs stratégia. Most mindenki hirtelenjébe ez a régi idézője, régi hatalmi, próbál átállni ugye a Trumpi vonulatra, hogy mindenki, hogy igen, az Egyesült Államok attól, hogy mert a Trump és nem a demokraták, az nem számít, mert mi szövetség, számít. Számít, mert a NATO kerül egy másik helyzetbe. Az Európai Unió kerül egy más helyzetbe. Maga az európai kapitalizmusnak kell a versenyt folytatni az amerikaival és a kínaival. És az hát orosszal. Természetesen. Tehát itt ez a döntő mozzanat, hogy a hatalmi és az Európai Unió itt miért a leggyengébb? Mert nem egy centralizált állam. Ez nem egy állam. Nem mondom, hogy nem ismerte föl néhány politikus, hogy egy államot kéne belőle csinálni. Nem lehet. Sok okból nem lesz belőle egy állam. Ezért az Európai Unió olyan kifinomult hatalmi elitre lenne szüksége egy ilyen küzdelem, amilyen nem rendelkezik. Ezek Amerika nélkül levegőt nem tudnak venni. Tehát itt ez egy nagyon fontos probléma. És a Zelenszky életében először megértett valamit. Nagyon pontosan. Ha már nem értette meg, hogy nem lenne szabad Oroszországgal szembeni háborút erőtetnie, hanem meg kellett volna egyezni, olyan hangok is, ne túlozzuk el, hogy ő ebbe semmi, mert mindent Amerika csinál. Azért neki igent kellett mondani arra, hogy Oroszország a háborúba lépjen. És ne a megegyezést keresse. Maga most tehát, miért bocsánat, február 24-én nem nagyon volt neki választása. Nem, de előtte, hát persze, előtte volt a választás. Hiszen ott 50-szer szóltak neki, ahogy Pesti esemény lett neki szólva. Az inváziót eldöntötte igen, Putin, tehát igen. Igen, jó. Tehát, na igen, de most viszont? Most viszont ugye nem csak a Valdai, ez az eurázsiai konferencia, ugye a Szocsi, ugye arra gondoltál, nem csak az ottani beszédében van benne Putyinnak minden, hogy erős, független, önálló Ukrajnáról beszél. Tulajdonképp ezeket a szavakat korábban már háború előtt is mondta. Tehát itt lehetett volna megegyezni, hogy nem NATO Ukrajnáról beszél, de nem is orosz Ukrajnáról beszél. Tehát ahogy elismerte február 22-ig is az ukrán államot Oroszország, függetlenül Putyintól, mert nem Putyin terméke a független Ukrajna, úgy most is. És a független Oroszország sem az ő terméke. Az se az ő terméke, fiatal ember volt Kelet-Németország. Tehát akkor most ez a beszéd is arról szól, hogy elérkeztek a tárgyalásokhoz, és úgy látom, hogy a Trumppal való kapcsolatfelvétel, mintha a háttérben már talán meg is történt volna, és nagy valószínűséggel, amit mi mindig jósoltunk, hogy tárgyalnak titokban, meg hogy előbb-utóbb most már tényleg közel van, de miért következik be? Azért, mert két éven keresztül nagyon helyesen hangsúlyoztuk, és itt nem kell senkinek önkritikát gyakorolni, mert nem apologetikusan hangsúlyoztuk, nem az erőszak kifejlesztése jegyében, hanem éppen ellenkezőleg, hogy az erőszakot a minimumra szorítsák vissza, az ukrán életek védelme is, az orosz életek védelme is a minél gyorsabban bekövetkező béketárgyalásokhoz kötött.
Na most a globalista elit, vagy atlantista, vagy liberál, mindegy, nekem hogy nevezzük, nekem ez érdektelen ilyen értelemben az elnevezés. Csak most kezdi megérteni, hogy miről van szó. Tehát a lélekharangot meghúzták fölöttük, fordulatot kell végre, ez a lényeg. A globális atlantista hatalmi elitnek, az egész liberalizmusnak fordulatot kell, önkritikai fordulatot kell végrehajtani. Ahogy a Zelenszky megértette, hogy jönni kell Orbáni Magyarországra, jönni kell az Európai Unióhoz, szerényebbre kell vonni, kérni kell, egyezkedni kell, kompromisszumokat kell kötni, mert új helyzet van. Hát ha ezt megértette a Zelenszky, akkor valószínűleg meg fogja érteni az európai globalista vagy atlantista elit jó része is. Hogy ettől jobb lesz a világ, rosszabb, azt majd meglátjuk, mi csak itt elemezzük, hogy merre menj a világ. Nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak a mai beszélgetést, köszönöm a kedves nézőknek, hogy követtek minket, és arra kérem önöket, hogy ha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Ultrahang és Krausz Tamás YouTube csatornájára is. Köszönöm. Jövő héten a terveink szerint hármasban folytatjuk, viszont látásra, viszont hallásra. Én is köszönöm a figyelmet.